Sziasztok, gyerekek, fiúk, lányok, sziasztok! Egy picikét beszéljünk a felelősségvállalásról. Ugye, amikor még gyerekek vagyunk, akkor a felelősség az nem a miénk. Tehát nem fizetünk villanyszámlát, fogalmunk sincs gyerekkorunkban, hogy a házért, a lakásért mennyit kell fizetni, fogalmunk sincs a csekkekről, fogalmunk sincs olyan dolgokról, ami kötelesség, ugye? Aztán ahogy felnövünk egy kicsit, akkor már van azért kötelességünk, ha bébikorból átmegyünk, akkor már ugye bilizni kell és szólni kell, hogyha esetleg menni kell a vécére. És akkor mondja a kisbaba, hogy bili, bili. Aztán még később ugye felelősségvállalás, akkor már jön az óvoda, iskola, ugye, akkor már helyesen kell beszélni, meg kell kötnöd a cipődet, és vannak szabályok, amiket ugye be kellene tartani. Aztán még később az iskolában pedig még több szabályok vannak, egyre jobban fokozatosan szoktatjuk rá a gyerekeket, neveljük az élet felé, és egyre jobban szoktatjuk meg, hogy neki is van bizony kötelessége, hogyan eszik, nem mint a malac, hanem normálisabban, aztán ugye a ruháját hova kell tenni, vannak szabályok, amikor hazamegy a gyerek, hogy megszokja, hogy a cipőjét ide kell tenni, a kabátkát oda kell felakasztani, amit már ugye az óvodától kezdve próbáljuk neki megszoktatni. Na aztán mi van gyerekek, amikor már az ember felnőtt? Olyan 18 éves, és mindig nem tud semmilyen szabályt megszokni, még mindig nem teszi azt, ami neki a jó irányba kellene, hanem mondjuk elkezd drogozni. Mondtam egy példát. Akkor mi van, hogyha a drog felé nyúl? És még mondjuk talán 18 sincs, mert van ilyen, ugye? Van ilyen. Ha az környezetedben van, írja a videóm alá bátran, ne szégyeld. Hát akkor bizony eljön az a szembenézés az élettel, hogy sodródik. Nem tud szembenézni semmivel. Nincsen semmilyen kötelessége. Semmit úgy érzi, hogy neki semmit nem kell megtennie, csak egyedül a drog felé orientálódik, vagy mondjuk az alkohol. Mi van, ha elég keményen elkezd inni egy fiatal gyerek? Hát sajnos azt kell mondjam, hogy elindult rossz irányba az élete, ami megváltoztatható. És ki fogja ezt neked megváltoztatni? Most nézzél ide szembe velem, hogyha problémáid vannak, lelki. Ki fogja tudni helyetted megoldani? Csak te tudod. Tehát akkor ki az, aki most azt mondja, hogy elég, vagy még ezt az egyet, meg még mindig ezt az egyet, és még ezt az egyet. De meddig? Oké, de meddig? Mondd csak annyit, hogy ma nem iszom alkoholt, vagy ma nem nyúlok droghoz. Csak ennyit mondjál. Ma nem iszom alkoholt. Aztán utána sajnos megint ugye hozzányúlsz, aztán egy hét múlva megint azt mondod, hogy ma két napot megpróbálok, ugye, mert egyszerre nem megy. Tehát egyszerre nem tudsz leszokni egy ilyen komoly szenvedélybetegségről, egyszerre nem megy, mint ahogy a cigarettát nézzük meg. Valaki elkezd rászokni a dohányzásra, fiatal, és nem tudja abba hagyni. Fogalma sincs, hogy ez most mennyire káros. Semmilyen jele nincsen a dohányzásnak, míg az ember fiatal. Semmilyen jele nincsen, és közben a legnagyobb függőséget okozza. Van, aki már eret cseréltek a nyakában, már stepneket ültetnek be, mindenfélét, és mégsem szokik le a drogányzásról. És a végén előbb-utóbb ugye le fog szokni. Előbb-utóbb végleg abba hagyja a dohányzást, sajnos. De akkor már eltávozott közülünk. Na tehát térjünk vissza ezekre a szenvedélybetegségre, mert ez is szenvedélybetegség, de ez ilyen lassan ölő. Tehát ez úgy elérsz vele 50-60 évig, aztán élnél még egy 20 évet, tehát nem megy, mert a dohányzás az érfalaidat teljesen tönkre teszi. Tehát hagyd abba a dohányzást, ha még most nem késő, de sosem késő. Tehát hagyd abba, bármennyit szívsz, hagyd abba a dohányzást, kérlek. Nézzél utána, hogy mennyire káros,
Nem véletlen mondogatják. Na most az alkoholt, ugye, azt nem lehet, az nem annyira egyszerű. Tehát mit mondunk egy alkoholra? Hogy ma mondjuk józanon jövök haza. És aztán következő nap, eljön a nap, hát akkor bizony lehet, hogy hozzányúlsz az italhoz, lehet, hogy talán kettőt is, hármat is megiszol, aztán utána megint eltelik egy pár nap, és akkor megint azt mondod, hogy én most két napot, ha fene-fenét eszik, nem fogok vagy cigarettázni, vagy az alkoholhoz nyúlni, vagy a droghoz meg nem. És akkor nézed a napokat, számolod az időt, elfoglalod magadat, és valóban eltelik az a két nap, és rájöttél, hogy hú, hát végülis nem haltál bele, nem történt semmi olyan dolog. És akkor ez a két nap eltelt úgy, hogy normálisan eszemnél voltam. A cigarettán eszednél vagy, a cigivel csak annyi a baj, hogy rettenetesen káros. Tehát ezt, ha tudod, mielőbb hagyd abba. Fokozatosan is lehet, erről egy újabb videót fogok majd feltenni, hogy én hogy szoktam le, és már nagyon régóta nem szívok. Na, tehát akkor újra visszatérve erre a káros szenvedélyekre, amikor már eltelt egy hét, két hét, és még mindig benne vagy, és vagy drogba, vagy alkoholba, akkor azt mondod, hogy most három napot a fene-fenét eszik is, de nem fogok, nem nyúlok az italhoz, nem nyúlok. Ez csak így lehet, gyerekek, össze kell magadat szedni. Lehet, hogy izzadni fogsz, lehet, hogy álmatlan éjszakáid lesznek azon a három napon át, de hidd el, hogy megéri, mert mindenről le lehet szokni, és mindenről csak te tudsz leszokni. Nem kell itt gyógyszer, és akkor bemész a pszichiátriára, agyon gyógyszereznek, agyon nyugtatóznak minden, hogy ne kívánd, és ne legyen olyan függőséged, ne legyen elvonási tüneted. De hát őszintén, most mire jó ez, hogy agyon szeded a nyugtatókat? Most akkor meg arról kell majd leszokni. Jó, én értem én a pszichiátereket, hiszen most mi mód van? Ugye bekapod a gyógyszert, jó, lenyugszol, és akkor mit tudom én, ott a pszichiátrián kártyázol, beszélgetsz, vagy valami feladatra mész, ugye, mert vannak ilyen közös kis feladatok, amik nem is rosszak, tehát csoportosak, de én azt mondom, hogy szedd össze magad. Ne a börtön szoktasson le, mert az is leszoktat, hogyha oda jutsz, betöröd az ablakot, és mondjuk bemész a börtönbe, csinálsz valami rosszat, betöröd az ablakokat, de ezt ne tedd, hanem inkább magadtól, erővel szokjál le. Erőltesd meg magadat, és azt mondod, hogy egy napig, először lehet, hogy két óráig, aztán négy óráig nem iszol, aztán öt óráig nem iszol, aztán a végén egy napot nem iszol, de kezdetlegesen szépen, apródonként kezd meg, és kezdjél el sportolni. Rendkívül jó a sport. Hatásos, nagyon-nagyon nagy erőt fog adni, hidd el, a tüdőd is minden kinyílik rá, és nagyon nagy erőt ad. Úgyhogy segítsél magadon, mert senki nem tud segíteni. És a végén ebből baj lesz, ha te úgy maradsz, hogy iszol nagyon, és súlyosan iszol. Tehát azt mondom, hogy szedd össze magadat, ügyes vagy te, és hidd el, hogy bízzál magadban, mert csak te tudsz ezen változtatni. Ügyes vagy, okos, értelmes vagy. Akkor mi kell még? Annyi csak, hogy szedd össze magadat. Bármi van, írja videóm alá. Bármi van, nyugodtan írja videóm alá. Nyugodtan, és beszélgetek veled. Lehet időpontot kérni, és dumálunk egyet meditatív állapotban. De ne folytasd, kérlek szépen. És ez a cigarettára is vonatkozik. Csodás napot kívánok neked. Örülök, ha végighallgattad a videómat. Ez megy föl a YouTube-ra is. Keresd meg az Évi Herceg YouTube és az Instagramon is. Puszillak tégedet, írhatsz a videó alá, ha neked bármilyen gond van. Szép napot, szép estét. Szia.